Konténerben berendezett lakás gyulladt ki Nyíregyháza belvárosában. A látványos tűzoltó bemutatóra mindenki felfigyelt, a tűzoltók gyorsan, szakszerűen oltották el a lángokat. A megyei rendvédelmi napon az izgalmak mellett egy kis térzene is fokozta a hangulatot. Egy felvonulással kezdődött a nap. A zenekar kísérte ide a tűzoltóautókat, vagy ők mondják a darús szereket, rendőri felvezetéssel, rendőri kísérettel. Most még mindig a térzene szól, majd dinamikus bemutatók következnek, kommandósok, keresőkutyák, mindenféle színes és látványos bemutató. A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitánysága, katasztrófavédelmi igazgatóság, a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet, a NAV, valamint a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövész dandárak közösen szervezte. A nyíregyházi Kossuth tér teljesen megtelt, óvodások, iskolások, családok nézték meg a különböző bemutatókat. Ezen a felvételen egy 9 éves rendőrkutya látható, a kihelyezett dobozoknál most nem kábítószert keres, hanem csokit. Az egyik doboznál meg is találta, ezt kaparással, ugatással jelezte vezetőjének. Sok gyermek a felvonult és kiállított járművekre is kíváncsi volt, az egyik legkedveltebb ez a rendőrségi hőkamerás gépjármű volt, ebbe ült Ben Noel és apukája is. Azért jöttünk ki, mert fiút ne jöjjek a rendőrség, mint ahogy látszik is rendőrruhában van, és szeretne rendőr lenni, nagy lesz, így van, Doki? Na? Igen, szeretnék rendőr lenni. A rendőrautókon kívül a katasztrófavédelem járműveit is meg lehetett nézni, azokról érdekes információkat tudhattak meg az érdeklődők. Ennek a járműnek a tartályába például 7000 liter víz fér el, egy másik 16000 kg ösztömegű járműnek pedig több mint 30 méteres a maximális munkamagassága.